félni nem kell a harmadik oltástól. És ha nem kell tőle félni, és az emberek biztonságérzetét pedig növeli, ha megkapják, akkor miért zárnánk el őket ettől a lehetőségtől? Döntött a kormány, augusztus 1-től lehetővé teszik a harmadik oltás felvételét, azonban a második adag vakcinát követően 4 hónapot kell várni. Jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel. A kormányfő elmondta, hogy aki szeretné a harmadik vakcinát, annak azt a helyet kell felkeresni, ahol az első 2 oltást megkapta. Nem lesz oltási sorrend, az idősek és a fiatalok között nem tesznek különbséget. Továbbá az orvos dönti el, hogy melyik készítményt adja be harmadikként. Az emberek többsége egyetért a döntéssel, sokan úgy gondolják, ha az orvosok azt mondják, minden további nélkül élni fognak a lehetőséggel. Én megkaptam mind a 2 oltást az első körbe. Ha adnak, akkor elfogadom még egyszer. Én kínait kaptam, de én azt is akartam. Hogyha a szakember azt mondja, igen, akkor igen. A virológusok szerint a delta variáns azokra néz be a legveszélyesebb, akik még nem oltatták be magukat. Ők nagyobb kockázatot vállalnak, mint a járvány alatt bármikor. Ennek ellenére vannak, akik továbbra is tartózkodnak. Én nem oltattam be magam, meg nem is szeretném, amíg nem lesz kötelező, úgymond. Bár az emberek többsége eldöntheti, hogy kéri-e a harmadik vakcinát, a kormány egy esetben mégis kötelezővé tette. Hoztunk egy döntést arra nézve, hogy az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz az oltás. Betegeket gyógyítanak, és ott különböző betegségek adódhatnak össze, ha még egy koronavírus fertőzés is megtörténik, és ez emberéletekbe kerülhet. A miniszterelnök elmondta, arról is döntöttek, hogy augusztus 30-án és augusztus 31-én a tanévkezdés előtti napokban a 12 és 15 év közöttiek számára oltást szerveznek.